A mostani emelkedés azt jelenti, hogy az idős szerbiai polgárok havonta átlagosan 29.400 dinárt kapnak. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjemeléshez képest 1.700 dinárral emelkedik a havi járandóságuk. Hajnal Irén szabadkai kisnyugdíjasnak minden dinár számít, ezért örül a nyugdíjemelésnek. Egy kicsit segít, de még mindig nem elég ahhoz, hogy mindent teljesen kifizessünk, tehát a számlákat megéljünk belőle, gyógyszert vegyünk belőle. Nem olyan nagyon segít rajtunk. Mire lesz elég ez a pár száz vagy 1000 dinár, amit többet kapnak? Én nekem mondjuk a villanyszámlát bírom belőle kifizetni, annyival több. Egy hónapi villanyszámlámat bírom belőle kifizetni, más nem. A nyugdíjak összege jóval gyorsabban emelkedik, mint az infláció. Ezt megígértük és teljesítjük is. Nyilatkozta még az év elején Siniša Mali. A szerb pénzügyminiszter szerint a nyugdíjbiztosítási rendszer egyre jobban működik. Ono što je posebno za sve građane Srbije važno, iz godine u godinu smanjuje se udeo, da kažem, dotacija iz budžeta u PIO fond. Siniša Mali hozzátette, hogy az úgynevezett svájci formula alapján a nyugdíjak 5,9%-kal emelkedtek. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy az év eleje óta nőtt a minimálbér és a közszférában dolgozók fizetése is.